Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm művész vendégeimet, Szeredi Krisztina és Löblan Győző. Hát most, ha nem is két napja, de tulajdonképpen néhány napja még Ausztráliában voltatok, és ott tettétek boldoggá az ausztráliai magyar közösséget. Hát abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy sok-sok magyar lakta és nem magyar lakta területre is el tudtunk jutni. Jártunk Gold Coaston, ott kezdődött gyakorlatilag a turnénk, ugye az Aranyparton magyarul. Szuper. A legmagasabb épületnek a tetején egy csodálatos panorámát láttunk, ott volt az egész óceán a talpunk alatt. Úgyhogy nagyon-nagyon élveztük, ott volt a magyarok kulturális világtalálkozója. Igen, ilyen jó helyeken van a kulturális világtalálkozó. Bizony. Amin a Pataki Attila is ott volt. Pontosan. Hát együtt voltunk. Igen, Attila is tudja, hogy hova kell menni egyébként. Meghívás kérdése. Tehát ott a Gold Coaston voltatok. Hát igen, olyan csodálatos vidék, és az emberek is, tényleg az emberek szeretete, ami körülvet bennünket. Azt egyszerűen nem is lehet nagyon elmondani, azt érezni kell, ott kell lenni, át kell élni az gyakorlatilag. Na de hát tulajdonképpen most nekem azt mondja valaki, már pedig te azt hiszem, hogy egyik napról a másikra tudtad meg, hogy itt a Krisztinával mentek három hónapra. Imádjuk, úgyhogy nem is először voltunk. Csodálatos ország, és nagyon aranyos emberek lakják, olyan légkör van, hogy a pénztáros nőtől kezdve az eladóig mindenki mosolyog. A tengerparton sétálsz, óceánparton, köszönnek az emberek. Bizony. Szembe, mint a faluhelyen lennénk. De úgy, hogy nem is ismernek. És nem ismernek, és azt mondja, hogy hello, vagy valamilyen üdvözlés, biztos fejbiszentés, biztos, hogy van. Mosolyogva. Tehát az egész belső éned megváltozik, és egy jó felé indul el, és nagyon jó volt ezt tapasztalnunk nekünk. Egyébként a Krisztinának nem tudom, hogy említetted, de hogy azért én annyira nem csíplek téged, mert operett színház kim volt, és én mindig 2-3 hétre kimentem, ott forgattam, meg műsort csináltunk, meg mit tudom, micsoda, meg írtunk, és úgy körülajnározták a Győzőt a nők. Győző ott volt, és én is ott voltam, akkor jaj, művész úr, meg Győző. Nem akarok belemenni most a dolgok sűrűjébe, a mélyébe. Hát természetesen minden nő szerelmes lett Győzőbe, Ausztráliában is, úgyhogy Ausztráliában is, úgyhogy jó, hogy nem voltál ott, mert bizony, hogy féltékeny lettél volna rá. Én menedzselem ezeket a leveleket majd, jó? Válaszolok a levelekre, okay. Jó? Legalább, megbeszéljük, ennyi, Péter. Ennyi élmény legyen. Ennyi szeretet jusson nekem. Na és milyen színpadokon, milyen helyeken léptetek fel? Mert ugye azért ez, hogy 3 hónap, igen, azért igen, ez nem semmi. A Szörfös Paradicsomból, Gold Coastról, az Aranypartról gyakorlatilag igen. Melbourne-be vezetett az utunk. Hát Melbourne is egy óriási nagyváros. És ott röpcsivel mentetek egyik helyről a másikra? Így van. Mindig repültünk. No, én mondtam is Győzőnek. Én nagyon-nagyon szeretek utazni, igen, de már nem szeretem az életemet, hogyha lehet helyettesíteni mondjuk egy vagy 2 órás repülőúttal, akkor nem szeretnék 2 napig egy autóban összenyomorogva, összeszorulva ülni, és mert elfárad az ember. Nem azért, csodálatos tájakon mentünk keresztül, vittek minket autóval. Igen. Én Sydneyben vonatoztam is, olyan jó volt, de ne olyan vonatot képzelj el, mint például nálunk, vagy kicsit délebbre, hanem egy gyönyörű, egy ilyen, mint nálunk az Intercity vonatok, kitakarítva, nyugalommal teli, szép, és jobbra néztem, gyönyörű táj, balra néztem, úgy szintén, úgyhogy élmény volt bemenni. Ugyanis Sydneyben nem megy be senki a városba, az úgynevezett Citybe. Azért, mert egyrészt nagyon-nagyon nagy a dugó, ugye majdnem 6 millió lakosa van most már Sydneynek. A gyerekek már most sajnálnak. És még el se kezdtünk mesélni. Nem tudom, mert azt nem lehet mondani, hogy de szar lehetett nektek, de szóval nagyon rossz lehetett. Mondd, nektek. Nyugodtan megbocsátjuk. És a közönség, az ottani emberek, azok meg borzasztó nagy szeretettel fogadtak, mert láttam ilyen fotókat is, meg tudósításokat is. Fantasztikus légkör van, meg kell, hogy mondjuk. Igen. A távolság is hozza ezt. Nagyobb a honvágy, nagyobb a szív hazafelé. Tehát minden egyes kinti dal, ami érzelmi meg érinti őket, az fokozottabban jelentkezik a nézőtéren, úgyhogy egy-egy szép magyar szám után bizony előveszik a zsebkendőt, és törőgetik a könnyeiket, mert ilyen a honvágy érzés. 20 000 km távolságból egyre nő, és
csodálatos közönség, meg kell, hogy mondjam. Na most ehhez nem csak a távolság járult hozzá, hanem Krisztina is, mert azért olyan módon tudja szugerálni a nézőket, hogy vastaps nélkül, álló vastaps nélkül nem jöttünk le egyetlen egy előadásról sem. Ezt így, igen. Fantasztikus. Itt olyanképpen erről az oldalról őt nem ismertem, de ha kell, fölugrik az asztal tetejére, és az asztal tetejé ropja a csárdást, vagy a táncot, és mindenkit levesz a lábáról, úgyhogy ez engem igen. is. Hát ez igen, sajnos. Tehát ő álló vastapsot tud elérni a közönségnél, értem, jó. Ez így, nem gondolom tovább, ezt csak így tudomásul veszem. Így van. Nem és tudom, egyre gondoltok-e, uraim, szavalat, de maradjunk a zenével. Szavalatra nincs lehetőség, még egyszer megkérdezem, hogy felkészülnék ilyen. Péter, nekem van egy ötletem. Na, mit mondjam. Szólnál megzenésített versekhez? Hát azt énekelni kell a megzenésített verseket, és én énekelni nem tudok. Majd meghallgatlak, jó? Én énektanár is vagyok, úgyhogy nagyon szívesen az interjú után meghallgatlak. Tanít énekelni, úgyhogy hallgathatsz rá. Bizony. Mi nem vagyunk semmi jónak az elrontói. Aha. Sőt felszárítani úgy sem tudom, a szelet megfordítani úgy sem tudom. Újjait közt a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Vannak ezek a kedves tárgyacskák, amiket hoztatok. Az egy koala maci, ugye? Igen, egy ilyen western mellényben. Western mellényben. Előtte van ez a kagyló. Az egy rendes kagyló, tehát ilyen, olyan, abszolút, mint a fémből lenne. Az óceánpartról egyenesen, igen. De ezt ti találtátok, vagy ezt ott venni? Persze. Gyűjtöttétek? Hát Győző imád az óceánparton gyalogolni, igen. Órákon keresztül. És úszni nem lehetett? Vagy de, hideg de, volt? De, lehetett? De mindig nem lehetünk benne ugye a vízben, és ő is nagyon szeret sétálgatni. Igen. Én is nagyon-nagyon fantasztikus szeretem. Fantasztikus tengerpart van Gold Coaston. De úgy képzeld el, olyan, mint a Európában Monte Carlo, az Ausztrália Monte Carlo-ja, tele kaszinóval, pálmafákkal, hatalmas, gyönyörű hotelekkel, és amellett még az 5 kilométer, 10 kilométer hosszú, majdnem fehér homokos tengerparttal. Hát, nagyon sajnálok benneteket, komolyan mondom. Például Gold Coast gyakorlatilag egy 50 évvel ezelőtt kezdett ennyire kiépülni. És az olyan, mint nem tudom, Las Vegas Amerikában? Természetesen van egy éjszakai élet, de igen. Nem arra fókuszál az ember. Ott például este 7-8 után alig van ember kinn az utcákon. Aha. Mindenki megy pihenni, ott inkább napközben kihasználják a jó időt. Rengetegen dolgoznak, ugye? Nem lopják a napot, meg ilyesmi, nincs olyan. Dolgoznak napközben. Elfáradnak, mennek pihenni este, és reggel 6-kor nyitnak ezek a különböző ilyen szörfös éttermek, bárok, ahol lemennek ugye futni az emberek. Teljesen más az életmód, igen, mint itt igen, nálunk. Igen. Lemennek 5 órakor futni, 6 órakor megisznak egy kávét, megesznek egy laza reggelit, és utána mennek dolgozni. Ez szörf paradicsom. Igen. Aha. Tehát oktatás is megy, és rengeteg szörfözés. És kipróbáltátok a szörfözést? Krisztina mindent kipróbált. Igen? A golfozástól kezdve, a búvárkodáson keresztül, a szörfözésig minden. Mennyi időt tudtál Én kipróbáltam, igen. Hát azt egy alkalommal nem lehetett megtanulni. Igen, ezt tudjuk. A szörfözés az egy olyan sport, ahol az izmokat is ki kell fejleszteni. Hát addig jutottam, hogy ráfeküdtem a szörfdeszkára.
és megpróbáltam magam felnyomni, ugye? Aha. Ott egy másodperc alatt, egy másodperc töredéke alatt kell felállni. Aha. A szörnyeszkáról. Hát van egy olyan is, hogy ráfekszel, és akkor így a kezedbe. Hát igen, de addig, amíg idáig eljut az ember, addig már ott van bent ugye a nyílt óceánon, ahol aha. a nagy hullámok vannak, és addig át kell verekednie aha. magát azokon a kicsiken, ami ugye aha. visszadob téged mindig, úgyhogy nem olyan lesz. Én láttam ilyen filmet, hogy ott vannak cápák is, vagy ott nincsenek, nem voltak? Az első kérdésem az volt, képzelt, hogy vannak-e cápák. Mindenki azt mondta, igen, vannak. Igen. Na és akkor foglalkoztunk vele, győző. Se eszünkbe sem jutott. Igen. 20 éve nem volt baleset, úgyhogy... Nem reklamáltad, hogy hát én lejöttem, és... nem, nincs egy cápa. Where is the shark? Nem tudom, lehet, hogy megejtek egy-két telefont az ausztráliai kormánynak, hogy gyerekek, ez így nincs jó, hozzátok oda ők. Na de akkor, hogyha ti így el voltatok látva, Habzsi Dőzsi óriási vendéglátás volt, akkor biztos, hogy ettetek cápa húst is, nem? Kenguruhúst sütöttek. Az jó, de igen. Ne a kenguruhúst, a cápánál tartunk. Ne ugorj itt. Nem emlékszem rá. Én most, a mostani úton nem igen. ettem cápát. Nem? De már ettél. Illetve nekem rokonaim élnek Új-Zélandon, és én egy hetet Új-Zélandon töltöttem. Most. És házi cápa most pörköltet most. Csináltak nekem. Fantasztikus. Nokedlivel. Még hozzá. Viszont. Te jó is. Ez egy kuriózó. És amíg te Új-Zélandon voltál, addig a győző hol volt? Addig a győző Melbourne-ben volt. Melbourne-ben? Nagyon igen. szerettük volna, de most nem sikerült Új-Zélandon előadást tartanunk, nem sikerült szervezni. Ugyanis a Covid az új-zélandi magyar közösségeket is úgymond kicsikét szétszórta és távoltartóbbá tette. Nagyon elnézést kértek tőlünk, de ha majd legközelebb megyünk, akkor úgy néz ki, hogy tárt karokkal fogadnak bennünket. Nem tudjuk, lesz-e ilyen, mikor lesz, ha lesz. De most sajnos nem sikerült, de én egy hetet ott tudtam tölteni. Abszolút az élet kifürkészhetetlen pillanatai azt sugallják, hogy az ember bárhol jár a világon, vagy rokont, vagy magyart, biztos, hogy fog találni. Ismerősöknél laktatok, és? Magyaroknál vagyok beszámosolva. Nagyon. És ők mennyire tudnak magyarul, mert ugye elég régen elmentek. Perfekt magyarul, igen. Sőt, olyan, mi általában olyan magyaroknál vagyunk, ahol nagyon nagy a magyar érzés, aki egyáltalán fölvállalja ezt, igen. hogy minket vendégül lát hetekig. Gyakorlatilag ez egy önfeláldozó, öntevékeny valami, és ezen múlik Ausztrália kulturális élete, magyar kulturális élete, mert ha ezek az önfeláldozó emberek nem lennének, akkor nem tudnánk ezeket a turnékot, mert hotelszámla már nem fér bele ebbe a sorozatba, úgyhogy így tudjuk megoldani, és nagyon aranyosak, gyönyörű helyeken. Van egy olyan pillanata ennek a műsornak, ami ugye elég próba tételnek számít, hogy ugye az Éváról szerettem volna néhány mondatot, hiszen most nem tudom, hogy azért van-e a fekete öltöny rajta, de gondolom, hogy azért is, mert ugye meghalt a feleséged néhány hónappal ezelőtt, Tóth Éva művésznő, akivel volt szerencsém közös műsort csinálni veletek, és ez fenn van a YouTube-on egyébként, és hát én akkor beszéltem veled, és hát itten attól féltem, hogy kiugrasz az ablakon valami magas épület tetejéről, és hát szóval ez nem volt könnyű neked ezt. 9 hónappal ezelőtt elment az Évi, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez az ausztrál meghívás húzott ki engem abból a mélypontból, amit 4,5-5 hónapon keresztül otthon egy nagy házban egyedül töltöttem. Igen, aggódtunk egyébként, megmondom őszintén érted, hogy... Őszintén mondom, én nem hittem volna, hogy ilyen mélypontra el tud jutni az ember, de tulajdonképpen én 20 évet gyönyörűen, 20 évet éltem le az Évával, 7-szer voltunk Amerikába, 5-ször Ausztráliába együtt, és mondhatom, hogy én akkor ismerkedem meg őt, amikor már 55 éves koromban nyugdíjba mentem a Magyar Állami Operaháztól, sőt már az Operett Színházas müncheni előadások is ritkultak, tehát már úgy kezdtem lemondani, mint ahogy az operaénekes általában ebben a korban már lemond a jövőről. Erre az Éva kinyitott egy olyan kaput nekem, amiben az én exhibicionizmusom tökéletesen a helyére került. Tehát újból jártuk az országot, újból televízióztunk, tehát kiszolgálta azt az énemet, amire a legjobban szükségem volt. Tehát nem csoda, hogy én padlót fogtam. A közös műsorok, ezek az ő fejéből pattantak? Egyértelműen az ő
meg lelkéből. Szorgalma és az ő tehetségéből adódott ez. Uh-huh. Na most Krisztina, te voltál tulajdonképpen ennek a turnénak a kitalálója? Jött egy meghívás. Igen. És kezdetben elgondolkodtam rajta, de nem csak én, hanem Győző is. Nagyon-nagyon friss volt az, hogy az ő párja Évi elment. Hosszasan beszélgettünk arról, hogy mi legyen, menjünk ki együtt, ne menjünk ki együtt. Nagyon régóta ismerjük egymást. A Győző gyakorlatilag, amikor még én az Operett Színház zenés-színészképző iskolájában tanultam, már akkor leszerződtetett a saját színházukhoz, és mint szubrett énekeltem a különböző operettjeikben. Nagyon rég ismerjük egymást, nagyon sok jó koncertünk, előadásunk, közös produkcióink voltak. És féltünk egy kicsit attól, hogy majd mit mondanak az emberek, illik, nem illik, és Győzőnek volt egy olyan mondata, miután azt mondtam, hogy Győző, nincs gondolkodás, ezután, ha nem megyünk, hogy ha Évi most lát bennünket, és tudná azt mondani nekem, hogy mit csináljon, akkor azt mondaná, hogy Győző, menjél ki, igen, ez biztos, igen. Menjél ki, és te legyél boldog, te énekelj tovább. Igen. Ha nem velem, akkor nélkülem, de te menjél, és csináld tovább. Igen. És meg kell, hogy mondjam neked, szakmailag nagyon jól kiegészítettük egymást. Igen. Most nem kell az emberi oldalát nézni, mert nem kattantunk egymásra, hogy őszinte legyek. De így volt jó, mert viszont a színpadon tökéletesen kiegyenlítettük egymást. Tehát a siker a mi számunkra, a lényeg a színpad, a közönség szeretete. Reméljük, hogy tovább tudjuk vinni Ausztrália után is ezt a duettet, mert nagyon szeretett minket a közönség. Ez engem nagyon meglepett az, hogy én ekkora sikerben meg kell, hogy mondjam, régen vettem részt. Szóval az, hogy minden előadásról vastapsal jöttünk le, ez elsősorban a Krisztiának köszönhető. Ugyanúgy a Győzőnek. Életemben először akkor láttam kengurut, amikor a cirkuszban boxoltak a kenguruk. Mindig akkor láttam kengurut eddig életemben, most harmadszor járok Ausztráliában, amikor elvittek egy vadasparkba, és ott etettük a kezünkből, és simogattuk, és én azt hittem, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon szelíd állatok. Igen. Na és most elmentünk egy olyan helyre, elvittek engem egy ilyen... Safari? Olyan safari féle, de nem kellett fizetni, nem volt elkerítve, hanem teljesen szabadon voltak ezek az állatok. És sikerült egy olyan videót elkészítenem, ahol bizony boxolnak, és nagyon-nagyon komolyan boxolnak. Tehát olyan kenguruk, akik nem idomítva lettek arra, pontosan, hogy boxolnak. Pontosan, vad kenguruk. Igen, ezt én is láttam ilyet, és az, hogy nem a felső... tehát kezükkel, vagy lábukkal, a lábukkal olyat rúgnak egymásról. De főleg a lábukkal. Ugye ők a farkuknál letámasszák magukat, és akkor óriási erővel tudnak egyet rúgni. Volt az óceánban egy olyan kis sziget, ahol körülötte fókák úsztak. És képzeld el, hogy oda megyünk 2 méterre a fókákhoz, vadfókákhoz, és ott a Krisztinának szenzációs fényképezőgépe van, illetve telefonja van, és ahol levideóztuk. De képzeld el ezt az élményt, hogy ott fürdesz az óceánban, és közben vadfókák úsznak körülötted. Igen, nem idomítottak, rendes vadfókák. Nagyon nagy élmény, meg kell. És utána kiültek sütkérezni, tudod? És így a hasukat sütették. A következő utazással kapcsolatban ilyen fóka hangot is tudom mutatni. Ezt okvetlen ajánljuk majd. Hogy volt egy ilyen fellépés, egy ilyen helyszín, közönség? Elsősorban meg minket a Magyarok Világ Találkozójára hívtak. Igen. Ahol Erdélyből jöttek népi táncosok. Délvidékről, Szerbiáról. Népi táncosok, zenekarok. A cigányzene, vagy népi zenekar is onnan jött. Pataki Attila volt az egyik vendég, és mi voltunk tulajdonképpen az a magyar páros, aki a reprezentatív képviselője volt a magyarságnak. Kijött Krisztina a kis fehér, gyönyörű földigérű ruhájába, fehér pártával, szerénységem pedig a fehér kis smokingjába, kéz a kézbe. Ez a körülmény adta azt a sikert,
amit megéltünk. Nagyon-nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy mi szeretjük megadni a látványnak is a módját. Tehát kijön az ember, és az már 50% siker. Hosszú nagy magyarosban voltam, egy hófehér magyarosban, ezüst sújtással. Nagyon sokszor énekelek olyan, hogy piros-fehér-zöld dekorációval, most úgy döntöttem, hogy nem. Volt egy gyönyörű szép pártám, szintén az is ezüstben. Te Érsekújváron tanultál, ugye? Tehát te beszélsz szlovákul, ugye? Tehát, hogyha azt mondom, hogy gyakujem pekne, akkor azt tudod, hogy köszönöm szépen. Ha prosím pekne. No. Viete po szlovensky. Igen. Ez Mizlina például ilyeneket tudok, hát és ezért lehet azt mondtam. Miért mindenki tudja? Kicsit többet. Hát tudod, ez az a gúny szó, amit mindenki, ez Mizlina. Hogy ez ilyen... Tudod, hát nincs benne magánhangzó, a legnehezebb. Hát az benne van. Ez Mizlina. Hát jó, a végére oda bigyeztették. Na, nagy ügy. De z, m, r, z, l. Jó, van ott egy i. Hat más a hang. Te akkor remekül beszélsz szlovákul, ugye? És magyarul is. Igen, és még igen, milyen igen. nyelven tudsz? Angolul is tudsz? Angolul tudok, igen. Volt olyan hely, például szintén ott Gold Coaston, Aranyparton, ahol egy német klubban énekeltünk. Uh-huh. És ott magyarul, angolul, uh-huh. és természetesen németül is. Szóloztunk, uh-huh. duetteztünk németül. Uh-huh. Fantasztikus. Németet már sajnos felejtem, de a dalokban nagyon jók vagyunk németül is. Már Münchenben utáltam a győzőt, mert körül rajongták őt a nők. Érted? Serre most, neked, ugye meséltem. Most, érted? Most az, hogy mennyivel fiatalabb vagyok nála, nem kezdem el mondani, de érted, itt ülök előtte, mintha a nagy faterja lennék, olyan őszöreg ember. Önbizalom, Péter, önbizalom. Érted? Még ráadásul ilyen utak vannak mögötte, előtte, érted? Én mondtam már neki, születni tudni kell. Fantasztikus egyébként. De tesz is érte. Tesz is érte az alakjáért. Miért rengeteget sétál. Ezt vegyem. Rengeteget fogyókúrázik. Fogyózik. Ezt a tartja magát. Egyengéje van. Egyengéje van. A süti. Előadások előtt a süti. Na jó, na de ez... Na de figyelj, bocsáss meg, de ezeken, de ki nem hagyhatta. Jó, csak te azt nem láttad, ahogy ő mondta nekem ezt, hogy fogyókúrázik. Ez nagyon... Ez egy picit ilyen... Nem azt mondom, hogy aljas volt, de az volt, mondjuk ki. Ez ahogy rám nézett, és mondta, hogy önfogyókúrázik. Nem hiszem. Hadd hát játsszuk le, nézni. Hogy ezt szélzásnak vegyem. Uraim, ezt beszéljétek meg, fió. Párbaj, holnap reggel 6-kor. Rendben van. Pisztoly vagy kar. Állok elébe. Szóval mondtátok, hogy fantasztikus volt a fogadó csapat, volt német, ugye? Német. Német klubban, német is játszottatok. Az nem probléma, mert ugye egy csomó operettet tudtok németül. Ez. Német csajok szintén szerettek benneteket, meg a fiúk, nem? Ez hát nem... ott is álló taps volt a végén, de szerencsére. Nem tudom, hogy... 160 ember ült egy olyan klubban, ahol általában 100-an, 120-an szoktak összejönni. Nánk 160-an ültek be. Ez aha. már magában az egy olyan aha. jó érzést, hogy elterjedt a városban, mert előtte volt igen. a találkozó, és utána volt a német klubban az előtt. Elterjedt a városban, hogy van itt két énekes, akit érdemes meghallgatni. Ebből adott a sikerélményünk. Ebből a kettőből az egyik te vagy, ugye? Igen, 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 igen. Szerénységem. És a másik a művész, nem? Így van. Nagyon fegyelmezetlen műsorvezető vagyok, és itt van egy ilyen remek azt lehet mondani, hogy primadonna vagy, így ugye? Van, így van. És hát itten ott hagytuk abba a te történetedet, hogy Érsekújvár, és onnan te hogy kerültél tovább? Ugye? Ez számomra nagyon-nagyon egyszerű volt. Egy kívülálló mindig nehezebbnek, komplikáltabbnak látja. Annak ellenére ugye, hogy Szlovákiában születtem, a magyar az anyanyelvem és magyar a nemzetiségem. Uh-huh. Én az édesanyámékkal, rokonsággal, mindenkivel magyarul beszéltem uh-huh. mindig otthon, anyanyelvi szinten. Tehát nálad a papa, mama magyar. Igen, 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 abszolút. Igen. Sőt, a felmenők is uh-huh. mindenki. Apukám oldaláról hát van szlovák. De én a szlovákot majdnem ugyanolyan jól beszélem, mint a aha. magyart. Mert voltak igen. szlovák barátaim, barátnőim, kollégák aztán később. Tehát gyakorlatilag majdnem ugyanúgy beszélem. És egy érdekesség rólam, hogy amikor elkerültem az óvodába, ezt anyukám mesélte, igen. csak szlovák ovi volt kinn. Nem volt magyar. Magyar iskola már volt, aha. magyar gimnázium is volt. De csak is szlovák ovi volt. És 2 hónap után, képzeld el, mindenki tudott magyarul. Mindenkit megtanított. Ez ma ugyanígy van a közönséggel.
komolyan mondom. Igen. Olyan szuggeszív erővel tud hatni a közönségre. Hát mindenki énekel ott már. Mindenki, úgy, hogy mindenki bekapcsolódik. Ott nem lehet aludni. Aki nem, az menjen haza. Fantasztikus. Úgyhogy nem lehet elmondani, ezt látni kell, ezt érezni kell, hogy úgy dolgozik. De ezekben az előadásokban, pláne az ilyen magyar házakban, magyar klubokban azt én nagyon jónak tartom, volt alkalmam ilyenben részesülni Kanadában például, és az, hogy utána ott maradnak még, nem tudom, hogy nálatok volt-e ilyen, hogy ott maradnak, leültök együtt egy kicsit vacsizni, vagy egyet inni, igen, vagy fényképezni, és imádják ezt a dolgot. Igen, és akkor tudod, mindenki elmondja azt, hogy az ő családja, az ő élete, az ő története, és olyan szívesen hallgatom végig egyébként. De nem csak kint van ez, ha itt Magyarországon is, vagy a külhonban is, akárhová, ha megyünk, akkor mi szeretünk beszélgetni az emberekkel. Győző is, én is rettentően társas lények vagyunk. Nagyon szeretjük az embereket, és valószínű lehet, hogy ebben is rejlik a sikerünk, hogy nagyon nyitottak vagyunk, nem vagyunk elzárkózva, és örülünk, ha adhatunk, örülünk, hogyha társaloghatunk, örülünk, hogyha látjuk az embereken azt a reakciót, és nem zárkózunk el előlük. Nem az van, hogy megcsinálunk egy előadást, leénekeljük, és utána elmegyünk haza. Nem. Vannak olyan egész estét betöltő, akár legyenek ezek operák, operettek, daljátékok, ahol ugye annyira nem tudunk találkozni a közönséggel. De mi mindenevők vagyunk. Mm. Nem tudom, Győző, biztos így te van. Is, én is. Tehát, hogyha részt veszünk egy egész estét betöltő, mondjuk egy daljátékon, vagy egy operán, vagy egy operetten, akkor van úgy, hogy az öltözőbe megkeresnek minket, és nagyon szívesen elbeszélgetünk, ha még bírunk, mert néha nehéz a szerep, és akkor jobb, ha békén hagynak bennünket, de itt is, Ausztráliában is, az előadások akár a szünetében, akár a végén is beszélgetünk. Tehát nincsen ilyen három lépés távolság. Nekünk nincs ilyen. Sőt, az előadás alatt is, most tanultam valamit Krisztinától, lemegy a nézőtérre, és közvetlen a nézőnek. Ha van rá lehetőség. A dalba benne van az, hogy például neki szól, akkor neki énekel. Igen, és el kell mondanom egy történetet. Győző lement az első előadás alkalmával, második előadás alkalmával, és amikor így beleénekli az ember szemébe, hogy lesz maga just is az enyém, csak az enyém, na azok a nők majdnem leesnek a székükről, mindenki szerelmes lesz belé. Úgyhogy más az, hogyha fenn vagyunk távolságban, igen, és más az, hogyha lemegyünk. Közvetlen. Nem mindenhol tehetjük meg, de ahol megtehetjük, ott nagyon-nagyon szeretik. Pataki Attila is lejött. Ugyanígy lement. A nagy színpadról lejött. Igen, ő le szokott menni. Nem mindenki, mindig. Azt érzi az ember, hogy hol lehet és hol nem. Nem szabad mindenhol, mert például a találkozón nem jöttünk le, ott teljesen más volt a környezet, más volt a protokoll, így van. És amennyire tudom, hogy hallottam, a madarak csiripelték, hogy volt egy nagyon érdekes, hát nem is kísérletetek, hanem forgatásotok Gold Coaston, tehát az egyik legszuperebb tengerparton, méghozzá egy klippet forgattatok. Na hát ez mi ez a klip? Így van, ez Győző találtunk ötlete egy volt. Nagyon kitűnő operatőrt. Olyan érzékkel nyúlt ehhez a kliphez, ami ritkaság. Na most ezek a számok, világszámok, amiket mi énekelünk, hogy legyen az operett vagy világsláger, és próbáltuk ott a tengerparton, ahol minden nap előfordultunk ezeket a számokat felvenni. Nem is hittük volna, hogy ennyire jól sikerülnek. Szeretnénk ebből is egy kicsit bemutatni a nézőknek, ha lehetséges. Mi szép mérés, a ragyogan a fény, vihar és vész után, a néma csendben, a szívem boldog, mintha ünnep lenne. Mi szép mérés, a ragyogan a fény.
Hadd mondom halkan el, ne hallja senki sem. A nagy világ, te vagy nekem. Karodba bújva már a célhoz érkezem. Ó, szagú szél, fúj a hajunk, szerelmesen ketten vagyunk. Nem érhet engem semmi rossz, ha átölelsz. Nem várok választ mástól, hogyha te felelsz. Hazatalál, kóbor szíve, itt most közben, ahogy mesélitek a kalandokat, azon gondolkozom, hogyha egy ilyen statisztikai kimutatást kéne írnunk, akkor szóval voltak-e ott olyan potenciális lehetőségek, hogy mondjuk a győzőt megkérték volna férnek, vagy téged feleségnek? Szóval voltak ilyen rajongók? Tehát téged is azért persze, gondolom, hogy persze. Körülugráltak rendesen. És erre van egy technika, hogy kell ezzel bánni, ezzel a helyzettel? Hát ezt nem árulhatjuk el. Minden titkot azért nem adhatunk ki. Nem, hát nyilván, hogyha jön a katt, akkor ott maradunk. Aha. Tehát akkor nincs mese, de egyelőre még nem jött a katt. Aha, külhoni oldalról, vagy akár ausztráliai oldaláról. Értem. A katt az azt jelenti, hogyha beugrik az a pasi, aki kell, az álompasi. Így van. Értem. Ha bekattansz. De neked nem pasi kell, neked nő kell. Hát. Nem mondod, hogy igen. Mert én még itt tartom. Te még csak álompasi, de te lehetsz álompasi. Ő még régi módi. Ő még régi. Győző meg nem veszi észre, hogy beleszerettek. Nekem kell mondanom, hogy Győző, ezt ugye vágod? Ugye ez megvan, hogy... És azt mondja, igen. Hát mondom, nem lehetsz ilyen vak. Nem vettem észre, hát nem ez foglalkoztatott most elsősorban. Hanem a munka, a művészet, de egyébként én sem szoktam észrevenni sokszor. Mert mi lángolunk, nekünk az természetes, tudod? Az előbb itt passzoltad a feladatot, mondtad, hogy majd a Győző összegzi. Úgyhogy akkor ez marad így, akkor várunk egy összegzést. Csodálatos út volt ez a 3 hónap. Legalábbis úgy írtuk meg, hogy a meghívás elején legalábbis nekem ez egy két esélyes dolognak tűnt, de aztán, hogy elmúlt ez a 3 hónap, és jöttünk haza, és Dolhába leszálltunk a repülő, félúton a repülőtéren volt egy olyan 100 négyzetméteres ős erdő építve. Volt az ezer is, Győzőkém. Egy hatalmas terület, ami kupola, üvegkupola alatt van, valódi pálmafákkal, valódi növényekkel, ahol volt 3 óránk, hogy most összegezzük ezt az egész ausztrál utat, és nagyon boldogok voltunk mind a ketten, hogy ezt megélhettük. Lefeküdtünk Dolhába ezen a gyönyörű helyen, és elaludtunk mind a ketten, és ha nem vezéli be a telefonját ébresztőre, akkor lekéssük a gépet. Szó szerint úgy elaludtunk. Egy esőerdőt. Az emirátus. Igen. Egy esőerdőt kialakítottak, igen. És le lehet a földre feküdni. A fűbe, gyakorlatilag a fűbe. Madárcsicsergés, vízesés. Csodálatos. És mondom a Győzőnek, mondom, Győzőként egy kicsit pihenjünk, de mondom, hogy felhúzom az ébresztőret. Á, nem kell, nem fogunk elaludni. Gondoltam magamba, azért csak biztonság kedvéért. Ha nem húzzuk fel, lehet, hogy még most is ott vagyunk, mert úgy elaludtunk, mint a húzva. És milyen visszhangja volt a végén? Összesen még egyszer mondd el, hogy hány ilyen fellépésetek volt? 10, 12? 12 volt, igen. Mindent összevetve 12. Az így kerek szám, egy tucat volt éppen. Így van. A búcsú az olyan volt, hogy akkor visszavárunk benneteket? Igen. Itt gyakorlatilag már az első előadáson kiderül, hogy sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres. Uh-huh. És az ottaniak forró drót, uh-huh. úgy képzeld el, és továbbadják. Ha tetszik valami, ha nem tetszik valami, uh-huh. amúgy is. Volt olyan, aki megbukott Ausztráliában, uh-huh. és nem tudta folytatni az útját. Uh-huh. Már nem is adtak neki lehetőséget. Mindig olyat kell adni, ami érdekes,
amiért bejönnek az emberek. Meg hát és a kapcsolat, amit, a személyiség az, hogy éljen így van, a kapcsolat. Így van. És amit utána emlegetnek sok ideig. Szerencsére minden helyen így sikerült, ilyen sikert sikerült csinálni. És amikor ott gondolkodtunk a dohai repülőtéren, én arra a megállapításra jutottam, hogy turném még ilyen gyorsan nem ment el. Január 24-én mentünk, és múlt héten jöttünk haza, és ennyire olajozottan, ennyire szépen tényleg talán egy turném sem ment, de biztos igen, de mindig a legújabb a legjobb, de ez valóban nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy hálásak vagyunk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki azon fáradozott, hogy az előadások is nagyon jól legyen, jól végbe menjenek, hogy a szálláshelyeink nagyon jók legyenek, programokra vittek, a hangosítás nagyon jó volt minden helyen, a technikai háttér, több rádióinterjút adtunk, tévéinterjút adtunk, küldtek bennünket ide még Magyarországra, és a találkozó felvételre a híradóban is benne volt. Úgyhogy tényleg hálás szívvel emlékezünk rá, most már ugye emlék, de nem tudom, Győző, hogy van vele, ide a riportra vezető úton épp azt mondtam Győzőnek, hogy én, nekem csak a testem van itt. A lelkem és az agyam, az még Ausztráliában van. Hát akkor elégedjünk meg a testemmel. De nem tudok olyat nem mondani, tudom, ami... Nem tudom, hogy nem mondom, ez a Móriczka, de nem. Én ezt próbálom tagadni, mert nem az jut eszembe, én a műsort próbálom építeni. Tehát nem, nem megyek ilyen mellékutakra. Inkább veled egy randit akarok megbeszélni. A szemüvegem, mert van ilyen akció, hogy ha ketten veszünk szemüveget, nagyon akkor jó. Olcsón lehet... Jó szemüveget. De akkor jövök veletek, mert sajnos most már így nem látom a betűket, hanem ide kell rakni, úgyhogy jövök veletek. Az emléktárgyak közül még egy dologról nem beszéltünk. Ott van egy ilyen kis üvegcse. Abban mi van? Így van. Ez kérlek szépen egy szentelt víz. És ott az egy szent kép, hogyha így jól látom, van, ugye? Így van. Ezt egy nagyon kedves barátnőmtől kaptam szintén Gold Coaston, a Szörfös Paradicsomban. És... édesanyámnak küldi. Ő volt már itt Magyarországon, sőt, többen voltak már Magyarországon, és hosszú évekre visszamenő barátság alakult ki. Nem is olyan hosszú év, rosszul mondtam, nem sok év, viszont ez a pár év, ez erős barátságot tudott köztünk kialakítani, és tőle kaptam, és egy jelkép is. Többször voltunk templomban kín Ausztráliában. Legutoljára Melbourneben is egy református templomban töltöttük a húsvétot. Úgyhogy ez egy örök emlék, és ez eredetileg onnan van Ausztráliából. Hát akkor ez az emlék is, meg az egész utazásnak, turnénak, nem tudom, hogy jó szó, vendég fellépéseknek és az utazásnak az emléke is azért maradjon meg bennetek és segítsen. És akkor nem sokára már készültök az újabb utazásokra, ugye? Jól gondolom. Igen. Hát tervek vannak, igen, de még nagyon ne menjünk bele az időbe. Hát kívánom, hogy sikerüljenek ezek a vágyak, elképzelések, sikerüljön megvalósítani ezeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további sok sikert, és akkor ez a páros, ez így megmarad a színpadon, ugye? Persze, igen. Úgy tervezzük, igen. Persze, hogy vannak külön utak is, de a mag, ez a páros, igen. Na hát akkor örömmel veszem tudomásul, és gratulálok mindkettőtöknek, és köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesek voltatok, eljöttetek, és beszámoltatok erről a hosszú útról. Remélem, hogy a kedves nézők is figyelemmel és szeretettel hallgatták. Ennyi volt mára a Párosan szép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.